Az igazaknak reménysége, öröm. A példabeszédek könyve 10. fejezetéből a 28. vers első részét emeltem ki egyelőre, mert hiszen arra helyezném ma a hangsúlyt, amit már egy-két nappal ezelőtt is hangsúlyoztam, de talán többen ezt nem úgy értették, vagy nem vették jó néven, hogy miért mondtam azt, hogy a reménység is lehet boldog, holott nincsen meg még valami, hát akkor a reménységet hogy nevezhetjük boldognak? Hát itt ugyanazt ismétli meg, nem mint a Tituszi levélben Pál apostol, hanem Bölcs Salamon a példabeszédek könyvében, amikor azt mondja itt a 10. fejezet 28. versében, az igazaknak reménysége öröm. Hát aki nem törekszik igaz életre, és csak ebben abban reménykedik, mondjuk, hogy több pénze legyen, vagy nagyobb sikerei legyenek, vagy kellemesebb, kényelmesebb, könnyebb legyen az élete, annak nem biztos, hogy ez a reménysége öröm lesz, mert ameddig el nem éri, addig vért fog izzadni, addig százszor elmegy kedve az élettől, és amikor odaér, olyan lesz, mint Tolsztoj hőse, aki mennél nagyobb földarabot akart elnyelni a baskírok földjén, aztán futással napnyugtáig akkorát ért el, jó nagy földarabot, de amikor odaért a kezdőidőponthoz, és körülhatárolta a maga óriási földarabját, akkor holtan csuklott össze. Hát aki nem törekszik igaz életre, annak a reménysége nem öröm. De aki igaz életre törekszik, hisz az igaz életben, hisz abban, hogy az életünk minősége a fontos, hogy ami én jót kérek a másik embertől joggal, ugyanazt a jót én megadjam a másik embernek. Hogyha én ebben a reménységben élek, hogy van igazság, és hogyha itt a Földön nem is érvényesül maradéktalanul az igazság, és nem minden embertől kapok jót, noha én jót adok neki, akkor is a Mikás 6-8 szerint én továbbra is cselekszem az igazságot, szeretem az irgalmasságot, és alázatosan járok az én Istenemmel. Tehát, hogyha nem kapok jót a jóért cserébe, akkor tudok megbocsátani, tudok a másik embernek újabb lehetőséget adni, nem fordulok el tőle, a szeretet mindent eltűr, mindent hisz, mindent remél. A szeretet himnuszában ez is benne van, nem csak az utolsó rész, hogy megmarad a hit, remény, szeretete, három és ezek közül legnagyobb a szeretet, hanem már előzetesen ott a 8. vers tájékán ott van, hogy a szeretet mindent hisz, mindent eltűr, mindent remél. A szeretet soha el nem fogy. Az igazaknak reménysége öröm. Az igazak küzdelmei örömteli küzdelmek, nem keserves küzdelmek. Ezért mondta Pál az egyik legkedvesebb munkatársának, hanem a legkedvesebbnek, Timóteusnak, hogy harcold meg a hitnek szép harcát. Ezért mondja önmagáról is, hogy ama nemes harcot megharcoltam, mert közben, miközben küzdött, a reménysége öröm volt. Nem úgy volt, hogy majd ha elérem az örök életet, majd akkor kipihegem magamet, és akkor majd örülök, és aközben pedig vér, csata, könny és fájdalom. Nem, az igazaknak reménysége öröm. A reménység közben nem veszítem el az örömöt és a boldogságot, miközben várom a boldog reménységet, a mi Urunk Jézus Krisztusnak dicsőséges második eljövetelét. A Tituszi levél második fejezete, és itt a példabeszédek könyvének ez a 10. fejezete így ír egymáshoz. De hadd olvassam most a teljes igeverset is. Az igazaknak reménysége öröm, az istenteleneknek várakozása pedig elvész. Mindenki vár valamit, mindenki vágyakozik valamire. Mindenki remél, ó, remélj, remélj egy jobb, egy szebb hazát, mondja Arany János a Bukott Szabadságharc után fiának, a Fiamnak című versében. Mindenki remél, van, aki egy jobb, egy szebb hazát remél, van, aki jobb állást remél, van, aki jobb életet remél. De aki nem igazságra törekszik, az istentelenek várakozása, mondhatnám így is, reménység el fog veszni.
Lehet, hogy most valami kellemes tudatot ad nekik, hogy most előkaparom ezt a gesztenyét, aztán még többet. De A és B között óriási a különbség. Az igazaknak reménysége öröm, az istentelenek várakozása pedig elvész. Akarsz-e folytonos örömben élni? Törekedj igazságra, igazságosságra. Ne veszítsd el a reménységet. Ne veszítsd el a főleg a legnőbb reménységet, az örök életben való reménységet. És ez az öröm a mai napodat is napsugárral fogja ellátni, földeríti és ragyogóvá teszi. Ne sorakozz be azok közé, akik emberi módon kívánnak élni, és nem a teremtőjük, a megváltójuk tanácsa szerint. Ez a kívánságom mai napodra.